Nem volt előzmények nélküli a Mözsi Bartók Béla kódus megalakulása, hiszen korábban már létezett egy vegyeskada településen, melyet 1956-ban politikai nyomásra kellett megszüntetni. 1972 őszén Schmidt Józsefné indította útjára újra a kódust. A cél nem változott az 50 év alatt, részben a közös éneklés öröme, részben a közönség elé tárni egyfajta értéket. Az elmúlt jó néhány évben sikerült a kórus életében jelentős előrelépést tennünk. Itt azért megemlíteném, hogy aranydicsérettel, minősítéssel, gálakórus minősítéssel rendelkezünk. A mai világban ezt nagyon nehéz produkálni, összehozni. A kórus a megyei kórus élet egyik legismertebb együttesévé vált. A tagok véleménye szerint az összetartó erő a mai napig a zene szeretetében keresendő. Erre mondják a kórus tagok, szükség van, ez hajtja őket minden nehézség ellenére a következő kihívás leküzdésére. Ahol tudjuk, megmutatjuk magunkat, különböző rendezvényeket szervezünk, vagy kiállítás megnyitókon, vagy egyéb alkalmakkor megmutatjuk magunkat. Mindig nagy öröm számunkra saját kis hazánkban szerepelni, és igyekszünk a tőlünk telhető legjobb műsorokat összeválogatni, amivel egy picit a közönséget is tudjuk vonzani, vagy új kórustagokat is tudunk toborozni. A jubileumi koncerten beszédet mondott Appelszofer Ágnes, Tolna polgármestere, aki maga is tagja volt az énekkarnak, és aki kiemelte, 50 éven át egy civil szervezetnek pusztán fennmaradni is nagy dolog. De fél évszázadon keresztül folyamatosan magas szinten teljesíteni, ez tágabb értelemben is nevezhető példátlannak.